Kedves óvónénik, mi készül most? Szívecskés, hát karafestés. És miért fontos, hogy az óvónénik is példát mutassanak a gyerekeknek? Hát először is ki kell próbálni, hogy az óvónéni emlékszik-e még az ecsetkezelés technikájára. Másodszorban jól mutat. Harmadsorban, ha látják a gyerekek, hogy a felnőtteknek is van, biztos kedvet kapnak hozzá, hogy ők is szeretnének. És a kedves óvónéni karjára most mi kerül? Egy szívecske. És mivel készültek a gyerekeknek? Úgy látom, hogy rengeteg szín van itt az asztalon, ecset, és minden kellék megvan ahhoz, hogy itt a gyerekek vagy mesehősnek az arcába bújjanak. Igen, akár egy mesehős arcába is belebújhatnak, vagy pillangót, különböző kis állatfigurákat, katicát is kérhetnek. Az óvónénik felkészültek, és a gyerekek kívánságait teljesíteni fogják. Hogyan készültek az óvodákban erre a napra? Hát igazából készítünk kézműves tevékenységekkel, választottunk kézműves tevékenységeket, és az arcfestéshez internetről, különböző helyekről sablonokat, mintákat kerestünk. Ezek alapján fogják a gyerekek tudni kiválasztani, hogy mit szeretnének. A gyerekek most ugye el vannak foglalva itt a sportvetélkedővel, viszont az óvónéniknek most hogyan kell erre előkészülni? Hát majd a sporttevékenység után kipakoljuk itt az asztalokra a kézműves tevékenységekhez az eszközöket, és aztán jöhetnek a gyerekek és választatnak. Elkészülni! Gyerünk Felcsi, ez az ügyi, gyerünk! Gyerünk Szabi! Ott a legügyesebb csapatszínnek, ott a másik legügyesebb, ott a hatalék, és beér az ötödik is. És a legfontosabb, hogy nagyon nagy lelkesedéssel csináltad, legjobb tudásod szerint, és nem estél el. Ki mutatta be a feladatokat nektek? Gabi bácsi. És nagyon könnyen megértettétek a feladatot? Igen. Melyik volt a kedvenced? Az a kígyós. Mi volt a kígyós játéknak a lényege? Kígyóba az kellett menni. Is volt. Na mesélj nekünk, neked melyik feladat volt a kedvenced? Nekem az, ami utolsó volt. És mi volt az utolsó feladat? Hát, hogy a labdát kell fogni. Hol gyakoroltátok ezeket? Hol gyakoroltátok ezeket a feladatokat? Itten. Ja, és nekem az első volt. Szép. Mi volt az első feladat? Hullámvonalba. Itt hullámvonalba, kígyóvonal. Na, kedves apuka. Az apuka vagy a gyerek izgult a mai nap előtt? A gyerek volt. Ő fel is volt készítve már erre a napra. Na, fel vannak készítve a versenyhelyzetre a gyerekek? Hát azt gondolom az órába is készülnek az ilyen helyzetekre. Ugyanakkor otthon is. A trambulintól kezdve a biciklin át mindenféle eszköz segít, hogy felkészüljenek az ilyen versenyekre ezek a fiatal srácok és lányok. Nagyon kicsi gyerekekről beszélünk, de mennyire verseny ez, vagy mennyire játék ez a sportvetélkedő? Szerintem nekik még ez játék. Tehát mindenképpen szerintem az lenne a fontos, hogy ez játék legyen még nekik. Ebben a korban még szerintem játéknak kell lennie. Később már kialakul persze majd az a versenyszellem, de elsősorban a játékon van a fő hangsúly. Én kapusnak szeretek lenni. Hát miért? Miért szeretnél kapus lenni? Én is megfoghassa a labdát. Hát de a játékos is megfoghatja a labdát, ha nincs játékban. Nem. De én kapus szeretek lenni. Ki a kedvenc kapusod? Horváth Laci. Rengeteg programmal várták a szervezők ma a gyerekeket, illetve a szülőket. Sőt, meg is volt hirdetve, hogy a szülők is versenyezhetnek, illetve beöltözhetnek. Hát miért pont inkbe jött a gyermeknapra? Nem gondoltam, hogy nekem is kell valami sportolnom. Én nézőként szeretnék itt részt venni. Hogyan készítették fel a gyerekeket a mai napra az óvodában? Ugye nagyon sok programmal készültek a szervezők. Ugye ezek a gyorsasági, ügyességi versenyek kapcsán én azt gondolom, hogy az óvodán belül a napi gyakorlatban ez benne van, hogy a fiatalokat azért a mozgékonyságra, a rugalmasságra készítsék fel, és
ennél fogva nem jelent nekik ez különösebb kihívást, egy ilyen verseny. Hol gyakoroltatok? Az óvodába, meg még a csoportjában. Ott focsisztunk. És ott kivel gyakoroltatok? Az óvonénikkel, meg a Barnabát. Ki az óvonénit? Marika néni, meg Katika néni, meg Gyucika néni. Gyucika néni is az óvonénik, a Dajka. Na és tetszik nektek ez a gyereknap? Mit fogtok még kipróbálni? Én az ugrálóvárat. Hát én is. Én az autót. Én is a versenyautót. Áruld már el nekünk, hogy mit rajzolsz. Egy sárkányt. És hogyan rajzolod? Hát, könyvből. Milyen könyvből? Hol tanultad? A könyvtárból hoztuk ki. Ah, szoktál a könyvtárba járni? Igen. És miért szoktál a könyvtárba járni? Mit szoktál olvasni? Hogy ilyen mesés könyveket, hogy a sárkány a barátjával elmegy kalandokra. Melyik a kedvenc könyved? A Lumpi Lumpi. Melyik? A Lumpi Lumpi. Ah, és miért? Miről szól az a történet, az a regény, az a könyv? Arról, hogy elmegy a sárkány, meg a barátja, Barti, az egyikben mondjuk a papájának, hogy nagy hóviharba elviszi a ajándékot, és nem tudtak elmenni a családjával. És ez szerinted egy szomorú történet? Nem, inkább izgalmas. Mit rajzoltál a bitumenre? Ez szívet. És milyen színnel rajzoltad? Pirossal. Tudtad, hogy mit fogsz ide rajzolni? Céltudatosan jöttél ide? Igen. Hol tanultad meg a szívet lerajzolni? Anyától. Sok szívet rajzoltál már neki? Igen. Hol jársz? Óvodás vagy iskolás vagy? Iskolás. A hanyadikos vagy? Harmadikos. És melyik iskolába jársz? Kalmán Zoltán általános iskola. Szeretsz iskolába járni? Igen. Ha mi a jó az iskolában? Az, hogy többet tudok meg minden tantárgyból. Melyik a kedvenced? A környezet.